Jó napot kívánok mindenkit, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen a szólás lehetőségét. A szavak helyett a tettek beszélnek legjobban, talán ebben a körben nem kell külön hangsúlyoznom, hiszen a mai nap nyertesei azok a hódmezővásárhelyi csökkent munkaképességű, megváltozott munkaképességű honfitársaink, akik munkához jutnak a SZEFO ZRT és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő jóvoltából. Elsősorban őket köszöntöm, akik ma 125-en, a következő egy éven belül pedig 175-en kapnak munkát és lehetőséget, hogy tisztességesebb és jobb körülmények között élhessenek. Számukra, az önök számára, a munkavállalók számára ünnep elsősorban ez a mai nap. Természetesen köszöntöm a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő munkatársait és elsősorban vezérigazgató urat, képviselőtársaimat, megyei közgyűlési elnökasszonyt, hiszen a SZEFO ZRT Csongrád megyében már az elmúlt években nem csak Szegeden, hanem más telephelyeken is jó néhány száz munkatársunk, honfitársunk számára biztosít lehetőséget a megélhetésre. Röviden szeretném megragadni a lehetőséget arról, hogy a kormányprogramban a munka fontosságáról és a kormányzat munkájában a munka lehetőségekről röviden szóljak önökhöz. 2013. szeptemberében sikerült elérnünk azt a változást, amelyre évtizedek óta vártunk már itt Magyarországon és Hódmezővásárhelyen is, hiszen a munkaügyi adatok arról szólnak, hogy a munkavilágában érdemi változásra került sor. Elmondhatjuk azt, hogy 2013 őszére dolgozik annyi ember, mint a rendszerváltozás idején. Soha ennyien nem végeztek még munkát legális keretek között, mint 2013-ban. Az elmúlt 25 esztendő legjobb munkaerőpiacai adatai kerültek nyilvánosságra, és ezeknél az adatoknál a valóság sokkal fontosabb, nem minthogyha a KSH adatai és a valóság ne lennének egymással köszönő viszonyban, de ha ma emberekkel, vállalkozókkal, olyan emberekkel találkozom, akit munkát szerveznek vagy munkát adnak, általános vélekedés az, hogy a munkaerőpiacon valami érdemi változás kezd beállni. Saját városom példájával tudom legjobban érzékeltetni ezt. Hódmezővásárhelyen 3300-3500 regisztrált munkanélküli álláskereső volt 2010 tavaszán, 2010 májusában. Ma Hódmezővásárhelyen az álláskeresők száma 2000 fő. Tehát 1300-1500 fővel kevesebben keresnek ma állást, mint 3,5 esztendővel ezelőtt. Pontosan tudom, hogy a közfoglalkoztatás ebből egy jelentős tétel, de azt is tudom, hogy hány olyan beszállító vásárhelyi vállalkozás van, akik exportra termelnek, és az elmúlt évek sikeres gazdasági lépéseinek következtében, amit vállalkozóként megtettek, tudták bővíteni a munkaerőpiacon a helyzetüket, szerepüket és munkavállalókat tudtak fölvenni. Ebben a városban a 13%-os munkanélküliség 10% alá esett, mint ahogy először fordul elő az 25 év után, hogy Magyarországon legális keretek között majdnem 4 millió ember dolgozik, 4 millió olyan munkavállaló van az országban, akik után adót fizetnek, akik maguk is adót fizetnek, akik után járulékot fizetnek, és maguk is járulékot fizetnek. Ha 10 millió ember eltartásáról, 10 millió ember iránti felelősségről és gondoskodásról beszélünk, még a 4 millió is kevésnek tűnik, valljuk be őszintén, hiszen pontosan tudjuk, hogy 5 millió magyar honfitársunknak kellene járulékot és adót fizetnie ahhoz, hogy az ország működőképes legyen, és ahhoz, hogy az ország érdemben tartósan, stabilan tudjon folyamatosan emelkedni. Ez a szám még távolinak tűnik, de ha azt figyelembe veszem, hogy nyilvánvaló vannak, akik nem legális keretek között, de dolgoznak, akkor nagyjából megérthetjük, hogy miért is működik ez az ország. És ha megengedik, külön szeretnék szólni azokról, akik megváltozott munkaképességűek, és az elmúlt években jelentős változáson mentek keresztül. A 90-es évek állami politikája az volt, hogy minél több ember, elsősorban minél több nő, aki itt Hódmezővásárhelyen elveszítette a munkahelyét, hiszen megszűnt az állása a Hódikötben például, vagy más helyeken, az elsősorban vegye igénybe a szociális ellátást, és tudatosan emberek százezreit terelték a rokkant nyugdíj irányába. Könnyen, gyorsan és kiszámítható módon tudott az ember rokkant nyugdíjat szerezni, lemondva a munkavilágáról. Ezeknek az embereknek ott kellett hagyni a munkahelyüket, ezeknek a nőknek a rokkant nyugdíjat kellett vállalnia, nem azért, mert csalni akartak, nem azért, mert rokkant nyugdíjasok akartak lenni, hanem részben azért, mert valóban változás következett be az egészségügyi állapotukban, az egészségügyi helyzetükben, részben pedig azért, mert ez volt az állami politika. Ha munkát nem tudtak adni, akkor rokkant nyugdíjat adtak helyette. 2010 óta mi tudatosan törekszünk arra, hogy ez megváltozzon, ezért vizsgáltuk fölül a rokkant nyugdíjas ellátási rendszert, ezért vizsgáltuk fölül a megváltozott munkaképességűek
szociális ellátórendszerét, és szociális segély helyett, szociális ellátások helyett, az inaktivitás helyett a munkavilágát javasoltuk. Ma Magyarországon közel 1 millió megváltozott munkaképességű honfitársunk van, munkaképes életkorban. Közülük csak 140 ezer embernek tudunk munkát biztosítani, miközben más európai országokban körülbelül a megváltozott munkaképességű lakosság 50%-a tud állami vagy magánmunkahelyeken dolgozni. Ezért nem csak a vásárhelyiek számára jelent óriási lehetőséget ez a 175 megteremtett munkahely, hanem az országban is a megváltozott munkaképességűeknek rokkanyugdíj helyett munkát, a munkavégző képességüknek megfelelő munkát szeretnénk a jövőben a jelenleginél nagyobb számban biztosítani. Ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a foglalkoztatás világa, a munkabecsülete helyreálljon, és hogy az emberek százezrei ne szociális segélyre alapozzák az életüket, hanem munkára. Nagyon sok mindennek kell még Magyarországon ahhoz változni, hogy a fiatal generációk, a mai 10-20-as években járó fiatalok azt lássák mintaképpen, hogy ebben az országban mindenkinek dolgoznia kell, hiszen a boldogulás és a megélhetés egyetlen föltétele az, hogy munkahelye legyen az embernek, és munkára alapozza az életét. Ma sajnos ebben a városban is még vannak olyan családok, ahol a gyerekek nem azt látják, hogy a szüleik elmennek reggel 6-kor és dolgoznak, vagy a nagyszülők dolgoznak, sőt, fordítva, van olyan gyerek, aki már második generáció óta nem lát olyat a családban, aki reggel munkába igyekezne, sokkal inkább olyanokat lát, aki a szociális segélyre vár, vagy más formában oldja meg az életét. Ha egy gyerek számára ez a minta, akkor valószínű, hogy ezt a mintát fogja követni, és egyre nehezebb lesz visszavezetni a munkavilágába. Ezért mi csak a munkát, nagyon sok munkát és a munkával elérhető tisztességes boldogulás lehetőségét tudjuk kínálni. Rossz hír ez azoknak, akik a választási győzelmet szociális segélyek osztogatására szokták alapozni, és nem a szociális segélyt adók, hanem a szociális segélyt fogadók oldalán vannak, hiszen választásokhoz közeledve mi nem kevesebb munkát, hanem még több munkát fogunk ajánlani a magyar társadalom számára, egyetlen kivezető útként és egyetlen megoldásként kínálva ezt. Köszönöm szépen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek a város nevében is, hogy a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal kezdeményezését fogadta, és hogy ezt a hálózatot nem leépíti, hanem tovább bővíti, nem csak Szegeden immáron, hanem Hódmezővásárhelyen is. Önöknek pedig, akik ma lehetőséget kapnak a munkára, nagyon sok sikert, és miután elsősorban olyanok dolgoznak itt szinte kivétel nélkül, akiknek érdemben változott meg a munkavállalási képességük, az egészségügyi helyzetük romlása miatt, leginkább nagyon jó egészséget szeretnék kívánni a következő években, hogy legalább ennyit tudjanak dolgozni, mint amennyit itt tudnak majd. Köszönöm szépen! Köszönöm.